Az eseményt megtisztelte jelenlétével Faragó Imre, Kiskörösváros díszpolgára, Gombár József egykori nemzetőr és dr. Turán Csaba jegyző is. A megható avatási ceremóniát Boldocki Sándorné, a Kiskörösi Polgári Kör vezetője moderálta. Tóth Ferenc vezetésével a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola részfúvós növendékeinek egy csoportja adta meg az ünnep alaphangját, majd a himnusz közös eléneklése után a gimnázium két diákja leplezte le az emlékművet. Suba György beszédében felidézte a három fiatal lány tragikus történetét. Kedves összegyűlt honfitársak! Hálatelt szívvel köszönöm, hogy nemes lelkületük ide vezérelte önöket erre a nem mindennapos eseményre, a szeptember 10-én felállított 1956-os emlékmű felavatására. Elöljáróba el szeretném mondani, miért zárt udvari parkban kerül erre sor. Ugyanis keserű tapasztalatunk van a rendszerváltás utáni Petőfi téren felállított 1956-os kopjafa előtti Kossuth címerrel kapcsolatban, melyet én készítettem annak idején saját költségemen. Arra vetemettek hazátlan vandálok, hogy 4-5 kalapács ütéssel megrongálták. Ezzel a gaztettükkel Kossuth Lajost, hazánk nagy fiát is meggyalázták. Érthető át a félelem, hogy a Petőfi téren, hogyha Petőfi téren állítottuk volna fel az önkormányzat hozzájárulásával ezt az emlékművet, hasonló barbárság érné, hiszen a forradalmat leverőknek ezek az ártatlanul meghalt diáklányok, akiknek arcképeit láthatják az emlékművön, csak ellenforradalmi hőbörgőket jelentenek. Nekünk viszont szent áldozatok. E kis kitérő után szeretném ismertetni a három diáklánynak a tragikus történetét. Bizonyára vannak sokan Kiskörösön, akik ezt nem is tudják, vagy nem olvasták azt a könyvemet, amelyben részletesen leírtam a három diáklánynak a történetét. Ezért itt röviden ismertetem önökkel a tragikus sorsukat. Három ártatlanul agyonlőtt diáklány arcképe tekint le ránk erről az emlékműről. Néznek felénk, némán, szótlanul. Már nem tudják elmondani, hogy ők senkinek nem vétettek, fegyvertelenül voltak az események színhelyein, hogy egy ujjal sem bántottak senkit sem, így nekünk, élőknek a feladata elmondani ország világnak, vétlenül oltotta ki életüket több ezer tüntetővel vagy harcossal együtt, a Rákosi Kádár önként gyilkos fegyvereinek tüze, szinte szüzinek mondható testükből örökre elszállt a lélek a minden valóságba, ahonnan soha többé már nincs visszatérés. Nekünk kell elmondani, hogy az is bűn volt a zsarnoki hatalom szemében, ha a diákok vagy munkások értelmiségiek pusztán megjelentek a pártbizottságok, tanácsházák, rendőrkapitányságok, katonai laktanyák előtt, és kinyilvánították magyar érzületüket. A sztálini hatalom kiölte a hatalom embereiből a magyarság tudat legparányibb szikráját is, hiszen a bevonuló fiatalokra orosz típusú egyenruhákat húzattak, pilotkasapkákat, gimnasztorkákat, és a nagy elődök Rákóczi, Kossuth, Petőfi szellemében tüntető tömegre gyilkos sortüzeket zúdítottak, akárcsak Sztálin halála után 1953-ban Kelet-Berlinben a tüntetőkre. De kikre? Nem a régi földes urakra, bárókra, grófokra, hercegekre, csendőrökre, gonoszkodó szolgabírókra, gőgös főjegyzőkre, hanem a szűzi tisztaságú ifjúságra, munkásokra, hivatali alkalmazottakra.
A három diáklány kifolyt vére égbe kiált. Soha olyan gyilkos uralmat nem szabad visszaállítani. Soha ABH-s rémuralmat nem szabad megtűrni, báránybőrbe bújva sem. Ugyanis ma is vannak politikai élvonalban olyan Kádár szellemű prominens személyek, akik nyilvánosság előtt, vagyis a médiákban ezt mondják. Nekünk 1956-23-a nem ünnep. És a nép által meglincselt AVH-sok holtesteit mutogatják, elhallgatva az általuk ártatlanul megölt diákok, asszonyok, munkások halálát, akik árvákat hagytak maguk után. Akiknek a hősök tere felé gyászruhában vonuló fiaikat, lányaikat sirató asszonyok csak gyászruhás kurvák, Marosán György volt az a szociáldemokrata kommunista bitang, aki így minősítette őket. Bocsássák meg, tisztelt egybegyűltek, hogy szó szerint idézem szavait. Így kell ismernünk, emlékeznünk az népárulóira, ilyenek voltak. Most pedig ismertetem önök előtt a három leánykának, vagy inkább gyermeknek a halálát. Barta Margit, 17 éves diáklány, a nagykőrösi Arany János református gimnázium tanulója. Bűne csupán csak az volt, hogy az október 25-én véres csütörtökön parlament előtt lezúdított sortűz miatt 26-án ő is együtt ment a tömeggel a pártbizottság épülete elé tiltakozni, ahol felolvasták a diákság követeléseit, kinyilvánították nemzeti érzületeiket, s amitől a megrettent pártvezetés és gyilkosságra vetemedett egy elmebeteg piroskönyves diákok felé lőtt, s az ott áldogáló Barta Margitkát találta el fegyverének golyója. Abban a pillanatban élettelenül rogyott össze. Temetése újabb okot adott a tiltakozásra, ezer fölé nőtt a tömeg, így vonultak a temető felé, ahol osztályfőnöke búcsúztatta fájdalmas szívvel a gimnázium vezetése jelenlétében és a tanári kar nevében, síró szüleinek, hozzátartozóinak és a nagy gyászoló tömegnek szoros gyűrűjében. Ritka, fájdalmas és felejthetetlen pillanatok következtek. A koporsójára hulló durva rögök eltakarták díszes koporsóját. Soha többé nem láthatja már nagykőrös lakossága őt iskolatáskával a gimnázium felé haladni. Emlékét ma is ápolják, az emléktáblát, a róla készült művészi grafikát abban az osztályteremben helyezték el, amelyben legutoljára járt, így ma is nap mint nap az ő arca nézve az oda belépőkre. Magyar Katalin, 17 éves mosonmagyaróvári diáklány, a budapesti nagynevű Törökpál utcai képzőművészeti gimnázium tanulója. Bűne csupán az volt, hogy a forradalmi harcok idején, látva a sebesülteket, halottakat az utcákon, tereken, 9 kollégiumi lánytársával önként jelentkezett véradásra, majd mindegyikük elhatározta, beállnak a Tétényi utcai kórházba önkéntes ápolóknak. A kórházban akkor a magyar sebesülteken kívül szovjet sebesült katonák is feküdtek. Azokat is éppen úgy ápolták, mint a honfitársaikat. November 7-én telefon jött, egy 8 éves sebesült kisfiút kell behozni a kórházba. Egyik teherautó vöröskeresztes mentőautóként indult a Terézvárosba felvenni a sebesültet. Közte volt Magyar Katalin is.
a vérző gyermeket felvéve indultak vissza a kórház felé, amikor a Liszt-Ferenc téren megláttak egy feléjük közeledő szovjet harckocsit. Úgy vélte a gépkocsi vezető, jobb befordulni egy mellékutcába, de szerencsétlenségükre onnan is egy szovjet harckocsi közeledett feléjük, melynek géppuska tüzébe kerülve a gyilkos golyók kioltották a kisfiú és Magyar Katalin életét. Igen, itt halt hősi halált ez a derék leány, aki más életét akarta megmenteni, de a sajátját vesztette el. Életének sarjadó időszakában örökre eltávozott az élők sorából. Van-e magyar, akinek ilyenkor nem sajog a szíve a fájdalomtól? Azt hiszem, nincs. Esetleg a szovjet hadsereg segítségét kérő hazaárulók veszik könnyedén halálát, a nép soha. A kórház dolgozóinak jelenlétében hantolták el rögtönzött sírban a kórház egyik díszes udvar részén. A Kádár hatalom erősödésével olyan ellenséges légkör teremtődött a kórházban, hogy féltek a kórház vezetői, így felszólították Moson-Magyaróváron élő édesapját, sürgősen szállítsák el Kati holttestét Magyaróvárra. 1957 tavaszán édesapja, Magyar Ferenc, ment érte egy női rokonával, és félelmüket legyőzve a volt gimnáziumi osztálytársai jelenlétében kihantolták Kati földi maradványait tartalmazó koporsót. A szívszorító pillanatok következtek. Felbontották a koporsót, arcát fehér lepellel takarták, és gépjárműbe tették. Osztálytársai úgy emlékeztek vissza, arca olyan volt a kihantoláskor, mint amikor közéjük járt az iskolába. Csak a szemei voltak lezárva. Magyaróváron a rendőrség felszólította őket, csak szűk családi körben lehet eltemetni őt. Így ellentétben Barta Margittal csak néhányan vehettek részt a temetésén. Nem adatott meg neki az a tisztesség, hogy tömeg jelenlétében hantolják el. Ettől is félt a hatalom. Későbbiekben áthelyezték földi maradványait rokona kettős hírjába, a temető Lajtán túli részének téglakerítése mellé. Magyar Ferencet lánya viselt dolgaiért egy évre internálták. Majd a hátrányos helyzete miatt elhagyta Moson-Magyaróvárt, és Győrbe költözött végleg. Hogy közel legyen hozzá leánya sírboltja, átszállította Kati földi maradványait a győri nádorvárosi temetőbe, ahol rokoni síremlékbe helyezték el. Ott nyugszik ma is. Síremlékét felkerestem, nagy virágcsokrot tettem rá, és megcsókoltam sírkövét. Hős diáklány nyugszik itt, aki minden nő példaképe lehet. Fájó szívvel hagytam el a temetőt. Mislei Emese, 13 éves miskolci általános iskolai tanuló. Mi is volt a bűne ennek az ártatlan leánygyermeknek? Hát semmi. A Malinovszky úti általános iskolából október 26-án hazafelé menet, ahol a forradalmi események miatt szünetelt a tanítás, a Zsolcai-Kapui megyei rendőrfőkapitányság 4 emeletes épületéből gyilkos sortüzet zúdított az ott összegyűlt tömegre, az ottani székhelyű ABH és rendőrség, emberek kocsi előtt álló lövéseket ért lovak vére ömlött a kövezetre, menekült a tömeg, észre sem vették, hogy egy leánygyermek is ott fekszik vérben. Mislei Emese.
ott fekszik a 16 éves Dús László, a 18 éves Grómusz Mária gimnázium tanuló lány is. A gyilkos sortűznek 18 halálos áldozata volt, és 50-60 sebesültje. A tragikus hírre Emese szülei oda siettek, s megtalálták leánykájuk véres holttestét. A golyók a szemén és a szívén hatoltak át. Fájdalmas szívvel, könyvbe borult szemekkel vitték örök nyughelyére, a tetemvári deszkatemplom temetőbe, ahol ma édesanyjával, Váradi Arankával nyugszik egy sírban. Egyik város tanárnője írta nekem, sírt, amikor olvasta könyvemben ennek az ártatlanul halt leánykának az igaz történetét. Hát valóban sírni lehet. A magukat munkás hatalomnak nevezők, munkásokat, diákokat öltek halomba. Az országos pártvezetés elszámította magát. Úgy vélte, az előbbi napon történt parlament előtti sortűzhöz hasonló itteni sortűz elriasztja a tömeget, a tömeg nem mer többé tüntetni ellenük. Ellenkezőleg történt. A hatalmas iparváros munkásai, környező bányák bányászai fegyvertelenül újra összegyűltek, és megrohamozták a főkapitányság épületét, akiket kézre kerítettek, dühükben az agyonlőttekért pillanatok alatt meglincselték. Környező fákra akasztották meggyalázott testeiket, s a népmegvetés jeleként leköpködték őket. Gaztetteikért a nép ítélkezett. Megróják érte őket? A nép nem. Mert a világ minden forradalma alatt ez történik. A népre lövet őket, a nép koncolja fel. A nép pedig kegyetlen tud lenni a velük kegyetlenekkel szemben. Én tapsolok a népnek. Ez jár azoknak, akik a nép vérét ártatlanul oltják ki. Tehát tisztelt egybegyűltek. Az ártatlanul meggyilkoltak emlékére állítattam ezt az emlékművet, hogy általa a rátekintőknek szívükbe vésődjön az igaz történelem, ártatlanok vére folyt nem csak a Pesti utcán, hanem Miskolcon, Moson-Magyaróváron, Tiszakécskén, Salgótarjánban, Esztergomban és még több magyar városban. Tisztelet jár a halottak emlékének, s önök ezt már is megadták nekik az avató ünnepségen való megjelenésükért, amiért mélyen fejet hajtok önök előtt. Köszönöm, hogy türelmesen végighallgatták emlékező beszédemet, és azt kérem, soha ne higgyék el a hatalom hamis híresztelését sem 1956-ról. Nagyon szépen köszönöm. Suba György beszédét követően Szent György Anna fuvolázott, majd Boldoszky Sándorné olvasta fel Sinka István költő 1956. október 26-án írott Üdv néked ifjúság című versét. Zárásként a fuvósok kíséretével a jelenlévők egy-egy szál virágot helyeztek el az emlékműnél. Fejet hajtottak többek között a polgármesteri hivatal dolgozói, a Kevi középiskolája és az Egymi diákjai is.